Gondolj bele, milyen lehet 18 évesen azzal szembesülnöd, hogy a szíved nem működik megfelelőképpen, és egy új szívre lenne szükséged ahhoz, hogy életben maradj. Ebben a cipőben jár mai vendégem, Palkó Bence is, akit jelenleg egy mű szív tart életben. De mi ez az eszköz, hogyan működik és miben korlátozza Bencét? Ezekről is beszélgetünk egymással. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente Klubja Extra, azonnal kezdünk. Hát szia Bence! Nagyon érdekes témában érkeztél hozzánk, ami egyrészt tök jó, hogy tudunk erről beszélgetni, másrészt azért ez egy komoly téma valójában. Ugye te most 21 éves vagy, Igen. és két és fél éve élsz műszívvel. Így Rakjuk rendben, mi ez a műszív pontosan, tehát hogy nem az egész szíved van kicserélve egy, egy robotra, hanem a szívedben van egy olyan eszköz hozzá beleépítve, ami, ami ugye segíti, hogy jól a keringést. Így van, így van. Nekem, hát ezt bal meg jobb szívkamrába is rakják, de nekem a bal szívkamrámban van egy kis, kis ketyere, úgymond, ami, ami keringtet, a bal szívkamrának a munkáját elvégzi, lényegben keringteti a vért. És akkor, így, és akkor így leveszi a terhet kompletten az egész szívről, de főleg a bal szívkamrának a, a dolgát elvégzi. Hogy működik ez a műszer? Mert az ember azért laikusként nehezen képzeli el, hogy egy, hogy egy beépített elektromos műszer, ez elektrom, elektromossága elektromos működik? Ez hogyan tud hosszú távon működni? Tehát, hogy ezt gondolom, akkor tölteni kell, vagy ilyesmi. Így van. Na már most maga a dolog, ami a szívemben van, a maga műszi, ez direkt Természetesen ez, ez, ez úgy van kialakítva, hogy a fejet mondjuk kopás miatt, vagy hát fejet nem kell cserélni, ez belülről úgy néz ki, hogy um, ki van alakítva, hogy ne érjenek egymáshoz az alkatrészek, és éppen ezért ne kopjanak el is, és emiatt ne kelljen cserélni. És um, maga a műszív, ez egy a, a táskámban lévő kontrollerhez van hozzá kötve egy, egy kábelen keresztül, amivel áramot felvesz, kettő darab akkumulátor látja el ezt a feladatot, és ezeket az akkumulátorokat 500 töltési ciklusonként cserélni kell, amikor felrakom töltőre, az ugye egy ciklus. Tehát akkor újra műtenek 500 töltés után? Nem, kapok új akkumulátorokat. De az nincs bent a testedben? Nem, az itt van ja, ja, hogy ezt kell cserélni. Ja, értem, és akkor a, a, ez Folyamatosan tölti, tehát ez a, ez a táskáz mindig veled van. Így van, 0-24, akármit csinálok, minden hmm. élethelyzet Oké, okay. kicsit érjünk még vissza a betegséghez. Hmm. Miért volt erre szükség erre a, erre a bevatkozásra? Milyen betegség eredménye volt ez? Hát ez, amikor túllettem a műtéten, akkor bent, ugye Országos Kardiológiai Intézetben csináltak vizsgálatokat, DNS, minden, mindenféle vizsgálatot csináltak, de ezt nem tud, amikor meglett az eredmény, ezt nem tudták semmire visszavezetni. Üm, tekintve, hogy a családomba a, a nagyszüleimnél volt szívprobléma. Um, szív probléma, ezért én arra tudom, én arra gondolok, hogy ez ilyen öröklődő dolog lehet, ami most jött ki, de lehet, hogy 40 év múlva jött volna elő. Ez az alap probléma mi volt, mi nem működött a szívedben rendesen? Hát ez, 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 itt az alap, alap probléma, ez úgy volt, hogy hogy, hogy biokarditisszel, vagyis szívizomgyulladással kerültem kórházba, és... Ez a szívizomgyulladás egyébként a, a, koronavírus járvány után is, azért egy fertőzés után az embernek lehet ilyen gyulladása, hogyha én erre jól lehet tájékozottam, nem kell erre válaszolnom, mert nyilván nem benne teljesen képben. De hogy például a, a koronavírus fertőzés után az embernek azért nem is javasolják a sportot gyorsan, meg, meg, meg rögtön, mert hogy a gyulladás miatt problémák alakulhatnak ki a szívben, csak egy ilyen kis mellékes. Igen. Mondjuk nek én, nekem szerencsém volt, hogy nem még a koronavírus előtt kerültem ilyen helyzetbe, és öm, Pesten kettő hetet a Országos Kardiológi Intézetben ment voltam. Mi volt a tünet? Tehát, hogy a szíved gyorsabban dobogott? Vagy... Um, vagy? rendszertelenül, gyengén, olyan nagyon, mondjuk kimentem a WC-re, iszonyatosan elfáradtam, mint a futottam volna, nem is tudom mennyit, és amikor fekvő helyzetben voltam, egyszerűen vettem a levegőt, de oxigén nem jutott el sehova. Úgy vettem a levegőt, de, de mégse. Uh -huh. És um, nagyon gyengének éreztem magam, nem tudtam koncentrálni, Mm, bizonyos mértékig bevizesedett be, be, be a tüdőm, ö, meg a testemen is kezdtek felhalmozódni, ö, kezdett víz felhalmozódni, és ez mindez azért, mert rendszertelenül működött a szívem, ezért nem tudta a, azt a funkcióját ellátni, hogy a különböző szerveknek megfelelő mennyiségű vért ö, jutasson el, ezért azok nem működtek megfelelően, és csak halmozódott, halmozódott, és. Tehát, ha jól értem, akkor tulajdonképpen ez a gyulladás a szívet legyengítette annyira, hogy a működését nem tudta már ellátni. Így van. Hogyha ezt nem kezelik ezzel a megoldással, akkor talán nem élnél? Nem. Ö, nagyon sok, igazából nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ez úgymond ilyen formában jött elő, mert nagyon sokszor lehet hallani, megolvasni arról, hogy focisták, kézilabdások pályán összesnek és meghalnak. Náluk nagyrészt ugyanez a helyzet, csak nekik másmilyen formában jön elő ez a dolog. Tehát az is gyulladás eredménye tulajdonképpen. Általában igen. Hmm. Oké. Okay. Mikor javasolták azt, hogy ezt a műszert építsék be? Mert nyilván az ember laikusként úgy gondolja, hogy akkor itt a transplantáció lenne az egyetlen egy megoldás, hmm. hogyha a szív már nem működik. Ez egy ilyen átítaló megoldás a Így transplantáció van. előtt? Tehát, hogy neked mindenképpen szükséged lesz majd egy új szívre valamikor. Így van. Um, ez, ez, akkor, ez akkor jött elő, amikor um, azt kell tudni, hogy én... Magában az Országos Kardiológiai Intézetben kétszer voltam. Először, amikor bent voltam, akkor miután bent voltam kettő hetet, azt tanácsolták, hogy ICD-t kell nekem beütetni, ami lény az lényegében, az lényegében egy pacemaker, csak kisebb, újabb, modernebb fajta. Aztán hazengedtek azzal, hogy egy hét múlva vissza kell jönni a ICD beültetésre. Viszont amint haza kerültem, rá egy három-négy napra megint elkezdett rosszabb lenni az állapotom. Utána, meg, utána értelemszerűen visszakerültem a gokiba, Gócégen Országos Kardiológiai Intézetbe, és ott már olyan, olyan gyorsan és olyan ütembe kezdett romlani az állapotom, hogy ICD az igazából Elfele az felejtős, és ö, a bentöltött egy hónap után a sima kardiológiai részlegen, utána bekerültem az intenzív osztályra. Ennyire el ott? Közben. Így van. És ö, ott bentöltöttem kettő hetet, amire én nem emlékszem, csak a anyukámék által tudom, hogy bent voltam, olyan szinten kiesett minden. De Hölgyeiket ébren voltál? Ébren csak voltam, meg amikor bejöttek látogatni, beszélgettem is velük, meg minden, de most én nem emlékszem rá, hogy bekerültem, és ott, mivel mert fokozatosan egyre jobban romlott az állapotom, felkerültem a transplantációs listára, az Európai transplantációs Listára, ami azt jelenti, hogy az EU-s tagállamokból jöhet donor. Ilyen, ilyen listára olyan emberek kerülnek be, akik öm, élethalál között vannak, akiknek rosszabb az állapotuk, mint mondjuk jelenleg nekem. És ott fenn voltam ezen a listán kettő napot viszont, viszont olyan, olyan szintig romlottak a dolgok, hogy ha tovább várnak, akkor, akkor meghalok, és kellett ez az átidaló módszer. Tehát te pont 18 és fél éves voltál, hogyha jól számolom vissza a dolgot. E, hogyan érintett egy Nyilván nagyon rosszul, de hogy, de hogy, te ott tehát elbúcsúztál például a, a vagy, vagy mi, mi, volt az, amit te, te így átéltél akkor? Öm, nem, Hát elbúcsúzom, nem búcsúztam el, mert amikor közölték velem, hogy transplantáció szükséges lesz mindenféleképpen, akkor még a, akkor, akkor még, 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 tudtam, hogy mi, hogy merre, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát persze rossz, hogy ez lesz, de ez szükséges, rossz, ezen át kell esni, és, nem, mert, mert, úgy álltam hozzá, hogy minden jó lesz, minden tökéletes lesz, viszont amikor már olyan állapotba kerültem, hogy esetleg erre szükség lett volna, akkor már igazából... Kiestek az emlékek, ha? Igen. Mert én, én gondolom, hogy altatásban voltam, meg olyan gyógyszereket kaptam, amik elég erősek voltak, és... Ilyen hatással. Leszedelt, igen. Én, én erre tudok gondolni, igen. Oké, a műtét hogyan zajlott, vagy nyilván nem láttad végig, meg nem tudom, tehát nem, nem tudtad, hogy Peszt. pontosan hogyan zajlott, de hogy mi volt a menete? szóval, hogy, hogy neked utána benne kellett maradni a kórházban még hosszú ideig, amikor ezt beültették, vagy nem sokkal kisebb mehetél haza, mekkora vágást ejtettek rajtad például, azt nyilván látod a, a műtétnél, um, illetve hogy, hogy hogyan élted meg ezt az időszakot? Hát ez az időszak, um, ez olyan volt, hogy... Um, erre például mondjuk tisztán ez előttem van, hogy az egyik doktor úr odahozott nekem egy papírt, hogy írjam alá, hogy beültethetik ezt, ezt a műszívet. És ö, rá egy-két egy órára már, már toltak be a műtőbe. Nyilván ez se is... veszélytelen műtét valójában, nem? Tehát, hogy itt is lehet komplikáció. Hogy ne, Tehát persze. Ez is kell találni a papír gondolom, mert hogy ezt kellett elfogadnod, hogy esetleg történet is. Így van. Utána, miután meg lett a műtét, utána még egy kicsit több, mint egy hónapot ben kellett maradnom, és tekintve, hogy hosszú hónapokig felsakálhattam az ágyból, nem csináltam semmit. A műtét után, miután eljutottam arra a szintre, hogy felerősödtem annyira, hogy tudok mozogni, úgy érdemben mozogni, újra kellett tanulnom járni, felülni az ágyból, kimenni vécére, ilyeneket újra... Tehát ez hogy függ össze a, a műtéttel? Az de. újra tanulni a járás, meg a beszédet? Ez, a, a beszédet szerencsére nem. A, ez, ez úgy függ össze, hogy én, ugye mivel rossz volt a szívem, nem hagyhattam el az ágyomat, és ezért lényegi mozgást nem végezhettem. Ezért ugye az izmok leépültek, és rossz hatása volt rá, és ezért ugye... De egy, de egy ennyi ideig feküdtél Igen. egy helyben. Több, mint négy hónapig. Ha? És ilyen felfekés, meg ilyesmi, az nem, nem, nem Szerencsére volt. az nem. Az, nem. Ez az és ö, lényegében onnantól, hogy, hogy tudtam három emeletet lépcsőzni, meg, meg tudtam gyalogol, gyalogolni bizonyos ö, megszabott időn ke, belül. De hogy, de, hogy hosszabb távot nyilván. Igen, hosszabb távot, meg ö, fel tudtam kelni az ágyból, azt ahhoz tudtam ülni, enni, ilyeneket tud, meg tudtam csinálni, utána még rá egy fél hónap és haza tudtak engedni szerencsére, de ilyen, ilyen téren én nagyon örülök neki, hogy ebbe a kórházban voltam, mert a orvosok és nővérek is nagyon, nagyon tényleg példásan dolgoztak, és volt egy ö, srác, aki úgymond gyógytornász volt, ott dolgozik a kórházban, ő is nagyon jó fej volt, nagyon szerettem, nagyon-nagyon örülök, hogy ők vigyáztak rám. Hm? Mekkora vágásod egyébként? Hát most megmutassam? Nem, vagy? nem, mutass, mert nevetködsz. Nevet nem, azt nem kérem, köszönöm. Hát, um, nagyjából így egy-egy Ahhoz képest elég nagy vágás. Igen. Mert kisebb hegek is vannak rajtam, mert csövek jöttek ki belőle, bizonyos féle csövek jöttek ki belőlem, úgyhogy nagy, nagy hegek is vannak, de... Egyébként meddig garantálják ennek a működését. Tehát mi az az időintervallum, amikor neked mindenképpen szükséged lesz majd egy, egy egy új szívre? Szerencsére ez most jelenleg a legújabb, ennek öt évet, azt mondják, hogy öt év, de ez még az, hogy meddig bírja pontosan, azt nem lehet tudni, mert az annyira új, hogy még senkinek nem állt le, meg senkinek de nem volt. Tudják szükség. majd egy újabbat cserélni, ha valami gond adódik vele? Nem. Nem. Ö, hogyha odáig jutunk, hogy ki kell cserélni, hát én nem nagyon látok rá esélyt. De hogy ez a technika akadályozza meg, vagy pedig maga a, a, a szervezet nem fogadja be? Én... Nyilván az is kérdés hogy befogadja Így egyáltalán van. a szervezet ezt van. a fajta külső kütyüt. Hát én úgy gondolom, hogy is is, egyébként. Öm, szerencsére még erre nem volt példa. Én nem tudok róla, hogy lett volna erre példa, viszont én úgy gondolom, hogy ez nem igazán kivitelezhető, mert túl nagy a kockázata annak, hogy hogy nem, nem, nem kelek fel. Tehát akkor neked öt éven belül legalább öt éven belül szükséged van arra, hogy új szívet kapjál. Hol állsz, ha a transplantációs listán? 52. vagyok. az jónak számít, nem vagyok benne otthon. Hát fel. Jobb lenne fel lenni van. nyilván. Igen. igen. Hát közepén vagyok nagyjából. Úgyhogy gondolom, igen. Az végül is a közepe az már 5 év intervallumban azért nem annyira beláthatatlan idő, nem? Hát kettő és fél év alatt jöttem kettő vagy három helyet előre, úgyhogy... Ja, akkor az nem annyira nem. kecsegtető. És te hogy készülsz arra, hogyha esetleg öt éven belül nem lesz donor? Hát, hogy készülök rá? Hát igazából... Hát ez egy ilyen borzalmas stressz lehet. Hát az, természetesen az, de próbálom ezt az egészet úgy felfogni, hogy ha esetleg a legrosszabb forgatókönyv, hogy nem jön össze, nyertem plusz öt évet az életemből, és, és legalább megélhettem azokat a dolgokat, amiket, amiket meg, megtudtam. Meg és, Most itt tudatosan egyébként pótolsz be dolgokat? Persze. Hogy, hogy, az, ez, hogy ez mindenképpen átélt? Persze. Mik, ez ez ez, mik ezek? Öm, a transplantáció, vagy transplantáció? A beültetés után... De jó, ha öm... már arról beszélgethetnénk, nem? <laughs> igen, a beültetés után tettem le az érettségit, mert pont az érettségi időszakomban történt ez, ez az egész, és nem tudtam befejezni az érettségit, ezért a műtét után letettem az érettségit, öm, lett, lett barátnőm, az is nekem egy nagy cél volt, és igazából, hogy dolgozzak, nekem nekem az mindig is az volt, hogy azt szeretnék. Most szerencsére tudok dolgozni napi négy órába. Te utazni tudsz velem, amik repülőgépre ülni? Meg Igen. lehet menni ilyen mágneses kapukon, meg ilyesmi? Vannak, azt vannak ilyen téfitek, -té hogy, hogy az nagyon nehéz kivitelezni? Hát nem tudom, mert még olyanon nem mentem Aha. át vele, viszont Tehát boltok nem csipognak be, nem, meg azok okay. nem, azok nem. Úgyhogy én, mivel MR vizsgálatot CT-t minden ilyen ilyesfajta dolgot csinálnak, hát szerintem simán átmehetnék. Most, hogyha bejelez, akkor megmutatom, hogy ez <laughs> van. És ez nem egy bomba. De így van, így, van, így van, így okay, Oké, uh tehát, belül, tehát hogy a testedbe be van vezetve egy rót tehát folyamatában, ugye? Így van. De hogy ott a, ez nem, nem, kellemetlen, vagy nem, nem, nem irritáló ez a dolog? Irritálónak abszolút nem mondanám. Nem érzem, hogy bennem van maga a vezeték, viszont maga a műszív, az rezeg, ilyen rezgő hangot ad ki, meg, meg a érzés is, hogy rezeg bennem. Az... De ez folyamatában rezeg? Így van. Tényleg? Igen. Mert ezt például este nagyon hallani, amikor Aludnék, de most nem, nem hallom egyáltalán. Nem, ez csak akkor lehet, hogyha teljesen csönd van, akkor így lehet hallani ezt a folyamatos zúgást, ahogy az úgy rezek bennem, de abszolút nem mondanám zavarónak, megszoktam. Um, maga a hasfalamon van felvezetve ez a, ká, ez a vezeték, amiből kapja az áramot. Ott ugye van egy seb, vagy lyuk, ahol felmegy, és azt uh, kettő-három naponta kötözni kell, hogy ne fertőződjön el. És... De ez nem fáj az a, az nem. a seb. Csak akkor fáj, hogyha, hogyha mondjuk meghúzódik, mondjuk felakad egy kilincsbe a kábel, és meghúzódik, vagy bármi miatt meghúzódik, akkor, akkor tud fájni egy-két napig. De hogyha nincsen vele semmi baj, akkor nem érzem, nincs, nincs ezzel baj. Mi az, amit nem tudsz vele csinálni? Sportolni például tudsz vele? Nem. Nem, a baleset veszélyes, a táska miatt, a kábel miatt is, meg hát a rossz szívem, miatt se jó. Én 2017-ben hagytam abba a birkózást, addig 5 évig birkóztam versenyszerűen, de most jelen pillanatban. És nem lehet, sport miatt alakult ki? Mert ugye a focistákat, meg a, a, különböző sportot űzőket, hogy nem lett a sportnak az eredménye ez a, a szívgyulladás, hát ne. Nem. tudom, őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy, mi, hogy sportnak még mi, alak, miért, miért, miért tenne olyan, mit tenne a testembe, ami miatt ez lenne. Mert hát, Gondolom a folyamatos terhelés miatt alakulhat ezt mondom én laikusként, mm -hmm. tehát hogy nem vagyok doktor Lakatos Levente, tehát... sajnos, csak azt gondolom, hogy a folyamatos rendszeres, tehát hogy életvitelszerű terhelés miatt talán amiatt alakulhat ki ilyen szívizomgyulladás. Hát én én, én úgy tudom, hogy ez bakteriális lehet, mm -hmm. vagy, vagy olyan szerek használatától steroid, meg ilyen dolog, ilyen anyagok kiválthatják. És te használtál ilyet? Nem. De... Annyi Annyira az én... Jó, persze jártam versenyekre, a magyar bajnokság ilyenek, de ilyen Európa szintűekre nem. De például, sosem de például nem. lehet eredménye olyannak ilyen megméretetéseken, aki nem szteroidozik, vagy nem használ semmiféle... Lehet. Ha? lehet. A hát nevet nem akarok mondani, de egy jelenleg is barátom, még mindig aktív birkózó, ő Európa ilyen Lengyelországba, meg különböző európai országokba jár versenyre. Én tudom róla, hogy teljesen tiszta és el, eljutott idáig mindenféle ilyesmi nélkül, mert szereti, amit csinál, meg van benne a kitartás. Igazából nagyon sok munkával ezt meg lehet csinálni, csak hát vannak azok az emberek, akik könnyebb utat válasszák, lövik magukat, aztán azt hiszik, hogy ugyanott vannak, mint akik rendesen megdolgoznak érte. Nyilván nincs testépítés, és azt mondtad, hogy akik akik szteroidoznak, azok egy csomószor kevesebb súlya edzenek, mint aki egyébként tisztán próbál jó egy formát van. csinálni, mert egyszerűen a, a látvány az annyival ütősebb a szteroidnak köszönhetően, hogy elég kicsi súlyjal is csinálni a gyakorlatokat. Oké, kérsz a tekintimet? Persze, bármi. Szexemnyi a helyzet. Mondja, sportot mondhat, hogy azt nem lehet, mert hogy, mert hogy nyilván nagyon dolgozna a szív. Szexuális -e helyzet. Um, hát azzal annyi. Um... Nem szabad nagyon felizgatod magadat, gondolom hozzá. <laughs> nem, nem ilyen, nem ilyen, 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 ilyen téren nincs probléma. Egyedül oda kell figyelni, hogy ne húzhagyjon meg a kábel. Aha, tehát akkor a mozgás, mozgásra kell figyelni. Bizonyos mérték igen, de. Mint, okay. mint, mint, egy, mint egy átlag kapcsolat. Jó, Nem nyomasztlak többet ezzel a kérdéssel. Nem, bármit kérdezhetsz. Oké, okay. figyelj, az igaz, hogy a Nincs púlzus. Va, igaz, igaz. Tényleg? Igaz. Tehát akkor nem lehet érezni, ahogy, ahogy, ahogy a, a, a az ered? Nem. A, a, a vérnyomásmérő az vagy error feliratot ír, vagy valami 400 per. Mit tudom én mennyit ilyen nagyon durva számokat. De nincs. Az ijesztő lehet egyébként. Nem az egyébként. Nem. Abszolút nem az. Nem, hogy az ember abba gondol bele, hogy kinek nincsen púlzusa, aki aki Alaptak, nem dobog a szíve igen. tulajdonképpen. Hát nekem. Nagyon-nagyon nagyon minimál, hát minimális mértékben dobok, de de nem. Ezzel kapcsolatban még amit szeretnél elmondani, mi ilyen nagyon tévhit, vagy valami ilyen nagyon furán közelednek hozzá az emberek? Tévhit, hogy ez, amikor még társkeresőn voltam, ez ilyen személyes tapasztalat, amikor még ismerkedtem, hogy sokan, sokakban az van, hogy akinek ilyen műszív van, az egy magateltetlen, magával semmit se tud csinálni ember, aki csak fekszik és vegetál, és hogy ö, sokakban az, az a tévhitél, hogy, hogy, az ilyen ember az csak úgy van. Van az éterben, a hogy valamikor lesz vele valami, pedig igazából most az, hogy van egy oldaltáska oldaladon, most igazából nem akadályoz semmiben, amit el akarsz érni. Lehet vele tanulni, ú, úszni mondjuk sajnos nem lehet, pedig az jó lenne. Úszni Nincs ilyen vízhatlan kis pusztásra Még. hozzá. Hát van, csak igazából a kötésnél van ja, a érte. probléma. Úgyhogy igazából ez, hogy attól, hogy valakinek ez van, az nem azt jelenti, hogy valaki életképtelen, és nem, nem, nem tud mit kezdeni az életével. A másik pedig, hogy attól, hogy valakinek van egy ilyen, vagy beszéltünk bármilyen hasonló, vagy bármilyen betegségről, tovább hogy nem kell máshogy kezelni, mint egy, egy normális, idézősen normális embert. Mennyi idő után mondtad a társkeresőn, hogy te ezzel a, ezzel a helyzettel küzdesz? Rögtön az elején én, én, én ezt ez kezdett? Nem, Na, hát nem kezded. ezzel kezdtem. A első beszélgetésben már, 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 mondtam, hogy ez van, mert tudom, hogy sokaknak ez így, úgymond ilyen visszatartó erő, hogy... És mennyien mondták azt, hogy akkor bocs, nem? Tizen plusz. Tényleg? Igen, amit egyébként megértek, mert a, hogyha valaki, valaki hasonlóval összejössz, az, az iszonyatosan nagy teher, mert, mert maga az a tudat, hogy beleszeretsz valakibe, szereted, együtt vagytok, és hirtelen történik valami, ne agy történik valami, ami miatt meghal az élető, akkor az egy nagyon nagy traumatikus dolog. És ilyen, ilyen téren megértem azokat, akik nemet mondanak, de szerintem ez egy olyan dolog, hogyha szereted a másikat, és, és, és úgy, úgy gondolod, hogy egy jó ember, hát szerintem eznek nem feltétlenül kéne visszatartó erőnek lennie, hogy van egy ilyen dolog. Mert persze lehet rossz végkimenetele is, de arra is megvan az esély, hogy jól, jól megvagytok, meg lesz a műtét, összejöttök, gyerekek, milyenek. Ö, azt mondtad, hogy, hogy a középtájékán vagy a, a transplantációs listának ö, mi kell ahhoz, hogy, hogy feljebb kerüljél, pusztán annyi, hogy az előtted lévők kapjanak ö, már új szívet, Igen. vagy pedig van más szükséglet is hozzá, hogy ez megvalósuljon? Főként az, hogy előttem lévők kapjanak szívet, viszont sajnos hátrébb is lehet kerülni. Ha valaki olyan kerül fel a listára, aki sokkal rosszabb egészségben van, van, mint én, akkor visszacsúszok mondjuk egy helyet, mert neki hamarabb kell, mint nekem. Tehát nincs amiket teljesíteni kell hozzá? Már mint mihez? A... Ha, ahhoz, hogy előrébb kerüljél a listán, vagy hogy ne kerüljél hátrébb. Nem, öm, így, így úgymond a helyzetet nem befolyásolja, viszont ettől függetlenül, hogyha sikerülne, hát most nekem jelen pillanatban 20 kilót kéne leadnom, mert olyan 85-90 körül úgy van. Úgyhogy nem az... sportolhatsz. Igen, Ö, 20 kilót kéne leadnom, és akkor úgymond hát hogy az orvosom szavaival éljek, hamarabb fogok találni 90 kilósan szívet, mint egy, mint egy 100 pluszos vikingnek a szívét. Aha. Ja, hogy azért <laughs> kell folytatni, mert az új szív nem bírná a, a, azt a terhelést, amikor hát a testet nyújtana. Aha. Így van. Így van, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon sok um, kitétele van annak, hogy mi alapján felel meg egy szív. Ebből az egyik a vércsoport, meg egyik az, hogy a Hát áldozat, aki, hát itt áldozat, ugye, akinek kapom aki a Igen, a igen, hogy ő hány kilós volt a vércsoport. De ez életkor itt nem számít, mert hogy úgy sejtem, hogy nálad fiatalabbak nem nagyon vál, vál, vál nálad fiatalabb a listán. Tehát, nem hogy, tudom, nem hiszem. De hát hogy a, az, hogy a donor életkora az mennyi volt, a számít ebben az esetben? Szerintem én, én úgy gondolom, hogy erről egyébként még nem kérdeztem az orvosomat, nem is értem miért. <gül> <gül> én... Csak azért gondolom, hogy te vagy 21 éves, egy 40 éves szíve, az egyébként nem feltétlenül fog a korai időintervallumot bírni, mint ami neked egyébként hátra lehetne, De. ha egy 21 évesnek a szívét kapnád meg. Hát én, én, úgy gondolom, így, hogy még nem kérdeztem rá, én személy szerint úgy gondolom, hogy hogy szerintem úgy logikus, hogy mondjuk vagyok én 21 évesen, és mondjuk van egy határ, hogy mondjuk plusz 10 év, és akkor neki a szívét megkapom, hogy mondjuk egy 30 évesnek megkapom a szívét, de mondjuk egy 45-50 évesnek nem. Én, én, ezt így gondolom. De akkor lehet, hogy a listán ezért nem került előrébb, mondjuk sokkal, sokkal nagyobb léptékben, mert hogy egyrészt volt, aki súlyosabb esetként került eléd, és lehet, hogy mondjuk az életkor miatt nem került el előrébb, nem? Én, 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 úgy gondolom, igen, de ez nem száz százalék egyébként, mert nem, nem, nem tudom. Hm. És hogy van ez a, ez a donor lista? Ez van egy ilyen felület, ahol látod, hogy éppen ki kapott, ki nem kapott, vagy pedig tájékoztatnak a, az orvosok? Ez úgy van, interneten be kell írni, hogy szív, szívtranszplantációs várólista, aztán ott nevek nélkül, minden nélkül csak számok vannak. Én ö, van egy számom, amit ugye a kórházba kaptam, azt, azt tudom egy figyelni. Azt a... Igen top, top, top meg Vagy megfogalmazom, a top Igen. Igen. Így van. Mi az, amit nem tudsz vele csinálni, a gondolom, ilyen nagy mozgásigényű dolgok, nem? Tehát, hogy, hogy a, a, sport is azért van, hogy ne szakadjon ki a zsinóról, oldal? Tehát, van. hogy tulajdonképpen a, a, az eszköz bírná a terhelést, ha nem? Szívem nem bírná. Hm? Nem. Ö, amit nem tudok, azt, amit mondtam, az úszás, azt, azt nagyon sajnálom, mert, mert imádtam strandolni, az nagyon bánom. Ö, emellett nem, ahogy beszéltünk róla, nem sportolhatok aktívan edzőterembe, vagy vagy bármilyen sportot nem igazán lehet, meg nem emelhetek nehezed. Hmm. Öm... Tehát például azon csalálkoztam ugye most előtte kávé van az asztalon, hogy kávét kértél, tehát kávét, meg koffeint fogyaszthatsz, ami megpörgetni egyébként a szíved? Így hát Ilyeneket íhatok. Mert hogy nem hat rád, vagy miért? Nem igazán. Nem. De hogy ilyeneket... ez a, 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 a betegség miatt nem hat rád a koffeint, tehát hogy nem tudom, immunissá vált nem. rá, vagy pedig alapvetően rá soha nem hatott a koffein? Mm, hát alapból ö, rám sose volt akkor a nagy hatással, sose éreztem hm. magamon a pörgést, a kávé, kóla, energiát alután, de én arra, én, én, szerintem a műszív miatt se nagyon, amit, amit nem szabad, viszont van, mert a koffein az az energiaital, nem csak azért, mert koffein van benne, hanem mert alapból ugye cukros dolgokat nem ihatok, mert fogynom kell, másrészt pedig belső szerveimet kímélnem, kímélnem kell, ugye nagyon sok gyógyszert teszek, emellé még innék meg ilyeneket, akkor az úgy nem igazán tenne jót a dolgoknak. Mm -hmm. Mi van az öt éves tervedben, amit mindenképpen szeretné megvalósítani a, a, jövőben, ebben az öt éves időintervallumban, most már kettő és fél, ugye? Mm -hmm. Hát mindenképp, ugye, amit már, már sikerült, hogy lett barátnőm, leérettségiztem, dolgozok, még amit szeretnék, már lassan másfél éve együtt vagyunk barátnőmmel, Lass, hát még ebbe a kettős fél éves intervallumban benne van, hogy megkérem a kezét. Benne van az, hogy leteszek egy angol nyelvvizsgát, és mindenképp szeretnék vagy autóra jogosítványt szeretném letenni, vagy jelenleg targoncás jogosítványom van, és amellé még egy nehéz nehéz, nehéz járműre kosaras emelő um, daró, ilyesmi, tök szívesen letennék. Én fogy, ilyen hétköznapi dolgokat mondtam, nyilván lánykérés, az tök jó, meg, meg, de hogy így azt hogy az ember így utazna, tudod, vagy, 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 így, vagy így megpróbálna a, a ez a világot látni, vagy ilyesmi. Nem, ez engem sose, sose vonzott annyira ez, hogy elutazzak Körögországba ilyen helyekre. Nálunk a családban sose volt, úgymond ilyen sose voltunk ilyen utazók. Hát vagy egy jumping a leugrani. Igen, igen, az De hát az nyilván rántan rajtad ne lehet, hogy az nem működőképes. Azt mondjuk nagyon szívesen megtenném, de sajnos nem lehet. Hogy lázni a Balatonon, nem tudom. Nem nem. Hát tekintve, hogy egyébként nekem én 7 éves korom óta játszok számítógépen, és hát igazából nagyon nagy célom lenne, hogy hogy valamilyen játékot versenyszerűen tudjak csinálni. Hát ilyen volt nekem a Rainbow Six Siege, egy csapatommal, hát majdnem a magyar, szín, magyar színvonalban elsők lettünk, na mindegy. Tehát akkor elsport. El igen, igen, el sport, az nekem nagyon-nagyon tetszene, meg nagyon örülnék neki, csak, csak annyi a probléma, hogy jelen pillanatban ezt nem tudom megvalósítani, mert Hát a Rainbow Six-et a fejlesztők, amilyen irányba elvitték, ez felejtő. Nem tudom, most miről beszélsz, de. de megértelek, mindegy. igen. <laughs> Jó, mindegy. Ö, és nincsen most jelen pillanatban olyan esportjáték, amit szívesen játszanék. A Rainbow six Siege volt ilyen, de ez már halálán van az a játék. Mm, de egyébként ebből meg lehet élni, az esportból? E Nagyon durván meg lehet élni. Most igazából hát most amerikai viszonylatot tudok mondani, Shroud e, sportoló volt, nagyon sokáig most már streamel, ma, streamer, magángéper utazik um, Hollywoodba, meg ilyen És, ilyen és honnan, jön a vagy honnan jön a pénz, szponzoráció, hogy honnan jön a pénz Szponzoráció, igen, feliratkozók, ugye alapból van egy szerződés, amit a Twitterrel, Youtube-bal meg um, Twitch-el aláír az ember, ő onnan kap egy, egy fix pénzt, és a nézők tudnak neki donétálni pénzt, meg um, szponzoráció, Acer, Asus, ilyen szponzorációk. Amerikai viszonylatban pedig a legjobb példa erre, hogy meg lehet ebből élni a The VR, uh, csatorna. Ők magyar színvonalhoz képes, nagyon-nagyon ügyesen és nagyon mesteri módon csinálják a, a dolgokat igazából, ha elég eltökélt vagy, és, és tényleg meg, hogy tényleg az a célod, hogy szórakoztass, és nem az, hogy minden szembe jövő embertől elfogadjál minden ajánlatot, csak hogy mit tudom én, el, itt, itt lesz egy kólás üveg, és akkor fizetnek neked ezért, akkor meg lehet ezt csinálni, csak kitartás kell, és, és meg kell válogatni, hogy ki kell dolgozol együtt. Oké, okay. még kicsit visszakanyarod a betegséghez. A táplálkozáson kellett valamit változtatni, tehát hogy a cukor az most ugye a testsúlyod miatt azt mondta, hogy ezt nem eszed, de hogy más olyan étel vagy összetevő, amit ki kellett hagyni. Szénhidrát, nem eszek kenyeret, semmit, amiben szénhidrát van. Még ez, ez jó. Semmit, igen, semmit, amiben szél de is, De mehetsz például? Um, e, hát ehetnék, de abból is um, vagy párolzoltséget eszek köretnek, vagy burgul. Ez a diéta miatt nem eszed nyilván. Igen. Vagy, vagy Tehát hogy a, a maga a betegség miatt, vagy a szíved állapota miatt nem kellett semmit sem elhagynod a nem. táplálkozásból. Nem. Annyi, hogy um, hát az a baj, hogy sajnos nagyon-nagyon szeretem a füstölt szalonnát, az ilyen angol szalonnát, ezeket a dolgokat nagyon szeretem, de sajnos az ilyen zsíros dolgokat nem nagyon kéne. Nem azt mondom, hogy nem eszek néha-néha, de az nem, nem Az ilyen koleszterin-növelő dolgokat nem nagyon nem, nem nagyon szabadna nem. enni a, 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 az állapothoz képest. Nem. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk mindezt. Nagyon szurkolok a következő két és fél évre, hogy sikerüljön előrébb kerülni, és sikerüljön egy tanort találni. Hogyha nem is, akkor viszont sokat tartson ki ez a kütyű, és, és akkor úgy sikerüljön majd a, a, a műtét. Addig pedig azt kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, amit így elterveztél. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, akkor már nincsen más dolgod, mint feliratkozni a csatornára, rányomni a csengő ikonra, hogy a szóljon, hogyha új videó érkezik. Nézzük a korábbi beszélgetéseket, kommentelj hozzá, lájkold like őket, és ami még nagyon fontos, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.